Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy a szoborkészítésről egy kicsit beszélgethessünk. Az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan is jött neked ez a szoborkészítés? Hát ez egy nagyon régi történet, mert mindig is érdekeltek a szobrok, de soha nem éreztem magam úgy, hogy mondjuk agyagozni tudnék, vagy valami életű szobrokat elkészíteni, és egyszer az interneten megláttam egy hirdetést, hogy lehetséges textilből szobrokat készíteni, és jelentkeztem rá, elkezdtem járni, kipróbáltam, képeket készítettem, aztán addig jutottam, hogy elvégeztem az oktatói képzést is, és azóta is az egyik nagy kedvencem időről időre előkerül, és nagyon-nagyon szeretem, mert a kreativitást nagyon jól fejleszti. Ugye látom, ott mögötted vannak festmények, rajzok, és ugye ott vannak a szobrok is, igen. Hogy mivel másabb a szobrokat csinálni, vagy a képeket, vagy mi benne a különleges? Megmutatok egy szobrot, ő az egyik kedvenc szobrom, ő egy ülő szobor, és azért nagyon-nagyon különleges, mert ez a szobor egy vázból indul gyakorlatilag, villanyszerelő drótból van meghajtogatva maga az emberi test, majd mindenféle anyagok felhasználásában van kialakítva maga az ember, és ugye legvégén pedig különböző anyagokat használunk fel, hogy a ruháját megcsináljuk a szobroknak, és így mindenféle embert és állatot, meg egyéb dolgot lehet ebből az anyagból készíteni, ugye attól függ, hogy milyen alapot készítünk el, tehát például ő egy ülőszobor, de van itt például egy állószobor is, ez egy ifjú hölgy, és ugyanaz a struktúrája, hogy egy ilyen villanyszerelő drót vázon van rajta. Igazándiból elképzelni is nehéz, hogy alakul ki a végén egy ilyen szobor, de azt kell róla tudni, hogy bármit meg lehet belőle csinálni, és az a jó benne, hogy még te magad se tudod, hogy mi lesz belőle, mert ahogy csinálod, úgy alakul az egész. Én a fekete, illetve ilyen arany-bronz színekkel szeretek dolgozni, mert különböző színekben lehet kapni ezt a PowerPoll anyagot, és utána akrilfestékkel ezt lehet színezni, úgyhogy az én szobraim alapból mindegyik fekete, mert az a kedvenc anyagom, azzal szeretek dolgozni. És aztán lehet látni, hogy mindenféle kis kütyüt, ami található egy háztartásban, tehát például a kis gyöngyöket, kis virágokat, akkor például a hajába van kis szalag, tehát bármit igazándiból fel lehet használni, és el lehet készíteni. A gyerekek nagy kedvence egyébként az állatkészítés, tehát kutyát és cicát azt abszolút nagyon kedvelnek készíteni, általában ezeket ilyen hungarocell gömbökből, ilyen karácsonyi gömbökből rakjuk össze, és így építjük fel. Mennyi idő egy ilyen szobornak az elkészítése, vagy ide bárki jöhet, bárki jelentkezhet egy ilyen szoborkészítésre? Igen, nem kell hozzá semmilyen alaptudás, magát a vázat együtt hajtogatjuk össze, illetve ugye, hogy az emberi test felépül, nem nagyon kell hozzá anatómia sem, hiszen ruhákat fogunk rátenni, úgyhogy nem nagyon számít, hogy milyen vastag a lába vagy a csípője, tehát ezeken mindig lehet alakítani, nem kell semmilyen tudás hozzá. Igazándiból csak a kreativitás, ami ennek határt szabhat, de aki elkezdett ilyen szobrokat csinálni nálam, az mindenki otthon folytatja és csinálja. Egy szobor elkészítése az körülbelül olyan 8 óra, tehát egy egész napos a foglalkozás. A képek azok lehetnek kevesebb időtartamúak is. Ilyen háromdimenziós képek. Aha, igen. Tehát olyat tudsz mutatni, ilyen háromdimenziós igen. Képet? Ez például a tenger. A képek általában vagy vászon, feszített vászonra, vagy pedig fa alapra készülnek. Ez egy fa lapon elkészült kép. Mindenféle technikát és anyagot lehet itt használni, a dekopás technikától kezdve a különböző festészeti stílusokig. Itt rá van dekopázsolva egy kép, tehát ez nem festett, hanem dekopázsolt kép, egy átlátszó PowerPoll anyaggal, majd fekete PowerPoll-lal van ráépítve maga a tenger, és különböző gipsz figurákkal szoktam készülni a foglalkozásokra, attól függ, hogy milyen témában alkotunk. Ugye itt abszolút a tengeri téma került előtérben, és mindenfélét, amit otthon találunk, azt is bele lehet építeni, tehát
lehet látni, hogy nem csak gipsz, hanem szárított virágoktól kezdve gyöngyökig bármit rá lehet tenni, és akkor egy ilyen 3D-s, itt jobban lehet látni, kép tud belőle kialakulni, de természetesen mondjuk, aki már tud festeni, az díszítheti a képét is ezzel a technikával. De jó, akkor így lehet ötvözni a technikát is, hogy a festés is... Igen. Hát egész kezdőknek ugye a dekopás technika, ami ajánlott, mert nagyon könnyű elsajátítani, illetve a gyerekeknek is, és később, hogyha valaki tud festeni, akkor az akril festéssel nagyon jól kombinálható.